Az elmúlt években már a keleti csoport egyik élcsapatának számít a Sunshine Nyisse. A nyíregyházi kosarasok a jelenlegi szezonnak is azzal a céllal vágtak neki, hogy ismét ott legyenek a legjobbak között. A koronavírus járvány miatt kiszámíthatatlan volt a versenynaptár, ettől függetlenül a Kovács Tibor által irányított együttes sorra nyerte a meccseket. Az alapszakasz vége felé ugyan becsúszott 2-5 pontos vereség, de a mellettük megszerzett 14 győzelem a szakasz elsőséget jelentette Kósa Tamásik számára. Eléggé hullámzó volt a játékunk, nehezen alakult ki a keretünk. Nagy örömünkre a bajnokság kezdetére, mondhatom azt, hogy a harmadik fordulóra már szépen kialakult, mindenki a rendelkezésünkre állt, az érkező játékosok, a sérült játékosok is rendbe jöttek. Volt egy nagyon jó szakaszunk, ahol folyamatosan győztünk, és a rivális ellenfeleket is sikerült megvernünk. Voltak itt idegenben is, és jött egy hullámvölgy. Itt nem Covid, hanem egyéb betegségek, de inkább a sérülések, munkahelyi egyetemi elfoglaltságok mellett. Volt, aki sajnos a munkahelyi elfoglaltság elszólított a csapattól, és egy kicsit megbomlani látszott ez a fajta egység, ami dolgoztunk egy ideig, és jól működött. Próbálunk ezen most átlendülni. A csapat egyik legrutinosabb játékosa Asztalos István. A center szerint jó szerkezetű az együttes, és a minden játékos a szakmai stáb rendelkezésére áll, bárki ellen győzelmi eséllyel léphetnek pályára a folytatásban. Minden posztra meg vagyunk, majd hogy nem, tehát ilyen 8 ember tudunk alsó hangon forgatni a rotációba. Magas poszton vagyunk most egy kicsit egyel kevesebben, de szerintem ezt is meg fogjuk tudni majd oldani. De ahogy néztem így a mezőny, tehát a Békés Csaba is mi vagyunk az, aki a mezőny poszton és center poszton is kiemelkedik, minden posztra van egy jó játékos. A bajnokság középszakaszában az első 5 helyen végző csapat még egyszer oda-vissza játszik egymással. A nyíregyháziak célja, hogy megszerezzék az első 2 hely valamelyikét, ami az osztályozót jelenteni számukra. Alapcélkitűzésünk az volt, hogy élmezőnyben végezzük. Evés közben jön meg az étvágy, ahogy kialakult a csapatunk gerince, játékos állomány tekintve, az ellenfelek játékerőjét is verve, illetve az eddig nyújtott teljesítmény alapján én azt gondolom, reális cél, hogy az első 2-ben végezzünk itt a bajnokság rájátszásában, és ami arra jogosít, hogy az országos nagy döntőben a feljutásért játszhassunk. A Sunshine Nyisse legközelebb pénteken lép pályára. Akkor a Deac Campus Fesztivál csapatát fogadja Kovács Tibor együttese a Bánki csarnokában.